Mamutfog és állkapocs darab, mamutcsontok, illetve koponya és agyar, ezeket találták egy Mária Gyüdi ház udvarán Baranya megyében. Kerti tereprendezés vége fele tartottunk már, a felső réteget elszállítottuk, mert ilyen törmelékes volt, és már csak tényleg egy pár centit akartunk leszedni, hogy sík legyen a terep, és akkor ezek a kis fehér foltok előkerültek, a csontnak a darabjai, és akkor azt kiforgatta a gép ott mellette, hogy ez most egy csont, vagy mészkő egyáltalán, vagy mi ez ott lent a lőszbe, és akkor olyan formája volt, ami olyan gyanús volt, hogy ez nem valami marhacsont, vagy ilyesmi, annál sokkal nagyobb, és tesóm rákeresett a neten, hogy mamutcsontok, és így hasonlított rá, és akkor szóltunk, ez tényleg az, kijöttek, tényleg az, jó, hát akkor szakemberek döntsék el, mi legyen, hogy legyen. Igazából nem jelent, tehát ilyen akadályoztatást igazából nem jelent, egy-két hét csúszás egy építkezésnél, meg bármi tevékenységnél mindig bele van kalkulálva, vagy akár több is, illetve az, hogy egy olyan dolog, hogy ha szakemberek méltónak tartják arra, hogy ezt bevigyék, kezeljék, akkor csinálják ezt. A felfedezés után hívták a hatóságot, hogy bejelentsék a leleteket. Ezután érkeztek a Pécsi Janus Pannonius Múzeum régészei, munkatársai feltárni a csontokat, de megtalálták egy későbbi emberi megtelepedés nyomait is. A mamutcsontok kapcsán ugye azt tudjuk, hogy egy fiatalabb és egy középkorú mamutnak az állkapcsa, illetve agyar darabjai kerültek elő, illetve a napokban még egy állkapocs, illetve agyar darab került elő, ami szintén egy nagyobb mamuttól származik, valamint több borda darab is. Ugye azt tudni kell, hogy itt ez az eredeti löszös üledékben helyezkednek el, és ez azért is úgymond egy fontos dolog, mivel Magyarországon ugyan gyakoriak ezek a mamutleletek, de ezek inkább kavicsbányákból, illetve folyómedrek üledékeiből kerülnek elő, tehát itt az eredeti löszben figyelhetjük meg ezeket. Hát eléggé úgy tűnik, hogy itt úgymond ilyen válogatott csontokról van szó, ugye néhány darab került így elő, így össze-vissza, tehát nem anatómiai rendben helyezkednek el, és ezt még nem tudjuk konkrétan, hogy hogyan kerülhettek ide ezek a mamutok. Ezért is van az, hogy átszitáljuk a földet, illetve odafigyelünk az ásatás során, hogy kőeszközöket, nyílhegyeket találunk-e, ami emberi antropogén nyomokat mutatna, illetve a felszínben sem tudtunk antropogén réteget itt a mamutcsontoknál elkülöníteni, tehát ez még kérdéses, és későbbi kutatásokat igényel, például hogyha majd tovább tudjuk pucolni a csontokat, akkor a múzeumban meg tudjuk állapítani, hogy esetleg vágásnyomok vannak-e ezeken a csontokon, és akkor ez így már az emberhez köthetjük ezeket a csontokat. Hát ennyit a mamutokról, illetve ugye árpádkori, most már tudjuk, hogy korárpádkori gödröket találtunk, a benne lévő kerámia alapján tudjuk ezt megállapítani, díszítése, illetve formája alapján. Ezek ilyen hamus betöltésű, paticsos törmelékkel teleszórt gödrök, tehát valahol lehet, hogy égettek, sütöttek, mert égett állatcsontokat, illetve másodlagosan megégett kerámiát találtunk, és ezt későbbiekben belesöpörték ezekbe a gödrökbe. Hát és illetve úgy tűnik, hogy az árpádkoriak nem voltak tekintettel a mamut csontokra, mert ott a mögöttem lévő, ott van egy gödör, és egy az egyben a bordákat elvágja, tehát hogy nem figyeltek oda, hogy itt mamutok voltak. Számukra ez nem volt érték, mint ahogy nekünk is, illetve hogyha már értékről beszélünk, akkor azt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ez egy nagyon nagy szó, hogy ugye ez egy lakóház tereprendezése során került elő, és hogy a tulajok ezt bejelentették, mert manapság ez már nagyon ritka, holott ez úgymond állampolgári kötelességünk, hogy ezt bejelentsük, illetve törvényben is van ez foglalva, hogy ismeretlen régészeti lelet, illetve lelőhelyet, hogyha bárki talál, akkor azt be kell jelenteni. Az ásatás vezető elmondta, hogy a mamutcsontok 20-25 ezer évesek lehetnek, de a pontos korukat szénizotópos eljárással fogják majd megállapítani. Most kiszedik a leleteket és Pécsre szállítják további tisztításra, konzerválásra. Közigazgatásilag Mária Gyűd Siklóshoz tartozik, ezért szívesen bemutatnák ezeket a leleteket a Baranyai városban, mondja a polgármester. Az önkormányzat segítés figyelemmel kíséri a régészek munkáját.
A legelső pillanattól kezdve tartottuk a kapcsolatot a tulajdonossal, a tulajdonosnak a családjával, és nyilván igyekeztünk minden hátteret biztosítani. Amikor elindultak a szakmai munkák, illetve a feltárások, akkor pont egy nagyon-nagyon meleg nyári hétbe csaptunk bele. Az önkormányzat eszközökkel, sátrakkal, egyebekkel igyekezett helytállni, és egyébként kétszer kint voltam a helyszínen jó magam is, és érdeklődtem egyrészt a szakmai folyamatról, egyáltalán milyen időtávot ölelesz föl, hogyan tudják majd esetleg mozgatható állapotba hozni ezeket a leleteket, mikor jutnak el oda a szakemberek, hogy ezek esetlegesen majd a későbbiekben bemutathatóvá válnak ezek az értékes leletek, mert hogy nyilván Mária gyűdön vagyunk, tehát Siklósnak egy emblematikus helyszínéhez nagyon közel, és azt is pontosan tudjuk, hogy nem az első, és feltétlenül nem az utolsó ilyen lelet, amely Siklós közigazgatási területén, illetve Siklós környezetében előkerül ebből a korból. Úgyhogy mindenféleképpen azon gondolkodunk, hogyha arra mód és lehetőség lesz együttműködve, akár a múzeumok igazgatósággal, akár a Nemzeti Kulturális Alappal valamiféle forrást szerezni arra, hogy ezek a leletek bemutathatóvá váljanak, és nagyon szeretnénk természetesen azt is, hogy ezt Siklóson, vagy ennek a lelet állománynak egy részét csak Siklóson is bemutatni, és felhívni a figyelmet arra egyébként, hogy ilyen leletek is előkerültek nálunk. Hogy ennek a helyszíne a későbbiekben mi lesz, ezt nyilván egyeztetnünk kell, illetve azt látom, hogy hosszú folyamat lesz az, mire ezek a leletek mozgatható állapotba kerülnek. A szakemberek most azt jelezték, hogy az elsődleges feladat, hogy minél nagyobb százalékban, minél nagyobb arányban megmentsék ezeket a leleteket, mozgatható állapotba hozzák, magyarul szállítani lehessen őket, és akkor utána következnek majd a zárt térben, a múzeumban következnek a további vizsgálatok, és csak ezek után beszélhetünk majd arról, hogy esetleg ezeknek a leleteknek egy része bemutathatóvá válik, de igyekszünk helytállni, és nyilván ez Siklós életében egy nagyon komoly eredmény, egy nagyon komoly leletállomány, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a bejelentés megtörtént, és annak is örülünk, hogy ezek a leletek nem vesztek el. Egyelőre még nincs biztos helyszín. A polgármester azt mondja, szerinte a Siklósi várban kellene kialakítani egy megfelelő bemutató termet, ahol az érdeklődők megnézhetik majd a feltárt mamutcsontokat.